És most visszatérünk a szabadtéri színpad hétvégi fellépőihez. Pénteken három fúvózenekar előadását tekinthették meg. Legelsőként a hajdúböszörményiek mutatták meg tehetségüket színvonalas előadás keretein belül. Madárcsicsergésben kezdődött a szabadtéri színpad pénteki programja. Ez alkalommal a hajdúböszörményi ifjúsági, a püspökladányi és kisújszállási összevont, valamint a Zicsi ifjúsági fúvózenekara lépett közönség elé. Mindannyian sokat készültek a programra. A fúvózenekar 1966-ban alakult a város zeneiskolájának tanítványaiból. Az együttesei közül jelentős szerepet tölt be a város életében. Alakulása óta ellátja hajdúböszörmény város zenei igényét a rendezvényeken és ünnepségeken. A zenekar rendszeresen ad térzenéket és koncerteket. Évente körülbelül 30-40 szereplésen vesznek részt. A fúvózenekar a várost öregbítve az ország több településén szerepelt már. A fiatalok Gönctől Szombathelyig vettek már részt ünnepségeken, zenekari találkozókon, fesztiválokon, adtak térzenét és zenekari táboroztak is. Megalakulásuk óta számos helyen mutatták be tudásukat. Jártak már Budapesten a Nemzeti Színházban, Álmosdon, Kemencén, Bükszéken, Mezőkövesden, Zánkán, Csopakon és még további közel 100 településen. De nem csak Magyarországon, hanem az országhatáron kívül is bemutatták tehetségüket. Többször látogattak el Olaszországba és Romániába, de vendégszerepeltek már Montenegróban, Lengyelországban, Németországban, Horvátországban és Szerbiában. Névójukat jól mutatja az, hogy a zenekar több kiváló helyezést és díjat tudhat magáénak. 2010-ben például a németországi Ver városában megrendezett ifjúsági fúvózenekari fesztivál és verseny egyik kategóriájában első helyezést ért el, és nagyon jó minősítést kapott. A böszörményi fúvósok repertoárja igen sokszínű. Hagyományos indulók, klasszikus és kortárs zeneszerzők darabjai, opera és musical részletek, valamint latin-amerikai és spanyol dallamok, film és tánczenék, könnyűzenei átiratok egyaránt megtalálhatók műsoraikban. A zenekar előszeretettel játssza a latin és spanyol ritmusokat. 40-50 lelkes fiatalokból áll, akik amatőr szinten szabadidejükben foglalkoznak a zenével. A vezető 1995 óta Tanyi Zoltán.